Sziasztok! A magyar ellenzék még lassan fél évvel a választási bukta után is igencsak rosszul néz ki, és a helyzetük finoman szólva sem látszik javulni. A bénázó, nevetséges csapat képét... Én nem. Hát, vagy nem tudom. Szóval, hogy én... Viszont azon az állásponton vagyok, hogy... Hát... Én... Ahhoz képest... Hát... Nem tudom megmondani neked. Néhol rontja és ki is józaníthatja a kormányoldalt, ha arra gondolunk, hogy milliárdokkal támogatták őket külföldről. Utóbbi kapcsán már részletesen beszámoltunk a Kontrán, hogy nyomozás indulhat Márki-Zay Péter mozgalmával szemben, pénzmosás és csalás gyanújával. A kapitány tehát jó nagy slamasztikában van, és törheti a fejét, hogy hogyan is számol majd el a kampány során elszórt amerikai 100 milliókkal, amelyek szerencsére úgy hasznosultak, mintha a kútba dobták volna ezt a pénzt. Azért a nagyvad Gergőre is csapódott MZP sarából, hiszen épp a Kontra írta meg, hogy az amerikai támogatókat tömörítő Action for Democracy közleményt tett közzé a honlapján arról, hogy korábban mégsem támogatták Gergőke mozgalmát, csak tévedésből volt majd egy évig fent a honlapjukon támogatottként a 99 mozgalom. Hogy micsoda? Ki kérdezte? Ezt miért mondtátok el? Amúgy a nagyvad köszöni jól van, vígan éli világát. Budapest romokban, hajléktalanok és drogosok uralják fényes nappal az utcákat, és ki sem látunk a dugókból. A felújítások nem haladnak, de ő nagy mellénnyel már a 2024-es újraválasztását ténykét közölte néhány napja egy interjúban. Azért ezzel a síralmas teljesítménnyel jóval szerényebben kéne nyilatkozgatni, Gergő. A fővárosban sem hülyék az emberek. Pláne, hogy sorozatban bukjátok el az időközi választásokat a 2019-ben még Balosnak megválasztott kerületekben is. Úgyhogy csak óvatosan. Fletó pedig készül, és bár keveset mutogatja magát a nyilvánosság előtt, zavaros bejegyzéseiben, különösen a délutáni esti órákban készültekben, tudatja a világgal, hogy készül. Hogy pontosan mire, az csak néha-néha árulja el, vagyis hogy alig várja, hogy egy jó kis összeomlás után magához ragadhassa a hatalmat. Elégedett lehet, hiszen az áprilisi bukta után valóban az ő pártja van a legjobb állapotban, és azzal dicsekedik, hogy a DK vezeti ezt a küzdelmet. Kérdés, hogy merre tart az ellenzék, de egyelőre nagyon úgy tűnik, hogy egy szakadék felé zakatol a vonat. Azt sem gondoltuk volna, hogy lehet jellegtelenebb és sötétebb vezetője az ifjú liberálisoknak, mint Fegyőr Bandi volt, de az új elnöknek, Gerencsér Ferencnek sikerült alulmúlnia. A közelmúltban kétszer is olyan ökörséget beszélt, amivel felhívta a figyelmet a saját erős hiányosságaira. Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna, Feri. Gondolom, ezt a mondást sem ismerted. Nemrégiben ugyanis arról beszélt, hogy ő államférfiként visszautasítja a Horthy-szobor állítását. Az igen, ott van önbizalom. Vagy inkább csak nincs tisztában a szó valódi jelentésével. De utána sikerült ezt még azzal is megfejelnie, hogy kitartás köszönést írt közösségi oldalára. Bár a baloldali politikusnak vélhetően kellő műveltség hiányában nem tűnt fel, hogy egy hungarista diktátortól idézett köszönést sikerült kitennie, de ezzel még a baloldalon is ösztüzet idézett elő saját maga irányába. Még az egyértelműen balliberális 168 óra is rákérdezett, hé, momentum, nálatok mindenki hülye? De nem kímélte az influencerré váló egykori momentumos Potyondi Edina sem az újdonsült elnököt. És perceken keresztül égette szénné az egykori pártársát. Hogy a Momentum elnöknek is megbocsátható, hogy a magyar történelmet ennyire részletesen nem ismeri, végül is rég volt, jobb is elfelejteni, nem? Meg hát Fekete Győr András helyettesítésébe azért az bőven belefér, hogy nem tartja számon az ország traumáit. De azért legalább egy olyan munkatársa lehetne, aki ilyenkor figyelmezteti. Csak vegyen föl valakit, aki átmenne az érettségin.
de igazából nem ez az érdekesebben. Hibázni mindenki hibázhat, van ilyen. A politikus kézikönyv ilyenkor töredelmes bocsánatkérést ajánl, vagy sunyi hallgatást, vagy azt mondja, hogy állj bele egy kis botrányból, baj még nem volt, és Gelencsér Ferenc beleállt. De nem ám a parlamentben, meg az egyenes beszédben, vagy egy telex interjúban, nem, hanem elkezdett vitatkozni a kommentelőivel, és elmagyarázta nekik, hogy vissza akarta venni a kitartás szót a nyilasoktól. Érted, mint hogyha szándékosan csinálta volna, és nem azért, mert tök hülye. Így ma ő az ország legjobban fizetett kommentelője, aki meggyőzhetetlenül trollkodja azokat az embereket, akik értelmesen és türelmesen próbálják neki elmagyarázni, hogy a szavak jelentése mögött van, hogy egy ország történelme, traumái, fájdalmai húzódnak. Az előadás hitelességét azért picit rombolja, hogy Deák Dániel hívta fel a figyelmet rá nemrégiben, hogy Potyondi nemrég a szülési Szabin lévő Donát Anna tanácsadója lett. Vagyis egy házon belüli torzsalkodásnak lehetünk szemtanúi. Ez már igazán hiányzott. Hasonlóan erős az összetartás a Jobbik házatáján is, ahol Jakab Péter a DK jobboldali szárnyával züllesztette le pártját, és volt bőr a képén, hogy miközben nőügyeitől, valamint zűrös lakásbotrányaitól zengett az egész sajtó, addig a szegény melósok képviseletéről beszélt. Nem csoda hát, hogy ez már a pártársainak is sok volt, és előbb az elnökségből puccsolták ki, aztán a frakcióból is. Míg végre a Mamuszkával közösen elhagyták a kilúgozott, tönkretett pártot. Épp ideje volt. Az egykori Góliát MSZP pedig lassan már nagyítóval sem látszik, és az elmúlt időszakban csak azzal tudtak bekerülni a hírekbe, hogy eladják a párt megmaradt irodáit, nem csak a fővárosban, de vidéken is. Ráadásul áron alul, ami arra utal, hogy komoly anyagi problémákkal küzdenek. Hát így múlik el egy világ dicsősége. A másik dolog, amivel még feltűnést keltenek, hogy a szabad szemmel még valamennyire látható néhány politikusok lejár a Fidesz közeli tranzitra, hogy ott a kormánypárti politikusok szépen megegyék őket reggelire, ahogy az kell. A nyár heves, nyilvánvalóan az erős napsütésnek különböző mellékhatásai lehetnek. Én tényleg először a napszúrásra gyanakodtam. Aztán felhívtad az OMS vezetőit, és megkérdezted, hogy milyen az időjárás. Szívesen beszélek majd az OMS vezetőinek a ténykedéséről is. Tehát én kimondottan régi ismerősként a teljesen természetes emberi szolidaritás érzéstől vezettetve Újhelyi István egészségügyi állapota felől érdeklődtem. Sajátos tünete a napszúrásnak, hogy valaki, aki nap-nap után folyamatosan azt mantrázza, hogy ő mennyire Európa párti, zárójelbe, egyszer jó lenne végre azt hallani, hogy magyar párti. Mert ugye ez lenne a lényeg. Hát így néz ki az ellenzékünk fél évvel a választást követően. Nagy javulása, nem utalnak jelek. Ennyi volt már a Hunortodox, ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, és kövessétek a kontrát. Sziasztok!